Létai Dóri, az egykori Jóban, Rosszban szereplő, és Éliás Gyula, gyönyörűen kiöltözve vagytok itt a kanapénkon. Miért vagytok ilyen szépen felöltözve? Közös munkába kezdtetek, azt ennyit elárulunk, de innentől gyertek ti. Azért, mert nagyon szép este elé nézünk, és gondoltuk, hogy szépen kiöltözünk. Már így reggel is. Meg egy gyönyörű dalt fogunk majd előadni, az Angyalt, aminek a Dóri írta a szövegét, és Sarah McLachlan a zeneszerzője. Sokan szeretik az Angyalok Városának a főcímzenét, és ezt speciális kereteken belül egy koncerten, ahol a Dóri lesz a vendég, egy adventi koncerten december 3-án egy budai kupolaterembe fogjuk előadni, és hát sok más gyönyörű dallal, amit még majd fogok megidézni itt ma nektek délelőtt során. De hát nagyon örülök, hogy a Dóri elfogadta a meghívásomat, mert így, hogy ő bekerült a képben, kap az egész este egy ilyen irodalmi mélységet, és hát a szépségével nem utolsó sorban emeli az est fényét. Lehetett volna a kérdésem, igen, hogy hogyan, ki talált kire, ki keresett meg kit, hogy szeretnétek együtt dolgozni? Én szerettem volna énekelni, mert hogy ebben az évadban egy zenés évad elé nézek a József Attila Színházban, éppen Verebes Istvánnal próbáljuk a Lucifer Show-t, amelyet ő írt és ő rendez, és ebben hát több száz dal elhangzik, tehát többek között én is az egész társulattal együtt sokat énekelek, és ezért úgy gondoltam, hogy ez kéne nekem valami kis szakmai segítség, mert régen én játszottam zenés darabokban, Sweet Charity-ben, My Fair Lady-ben, Mágnás Miskában, de az elég régen volt. És akkor megtaláltam Gyuszit, láttam egy koncertfelvételét a Facebookon, és hát tulajdonképpen mi dolgoztunk már együtt, ugye a TV2-nél is egy csapatban, de igazából akkor elkerültük egymást. És akkor beugrott, hogy ő tudna nekem segíteni a felkészülésben. És találkoztunk, hát és hát tudott, és kiderült, hogy nagyon inspiráló a mi találkozásunk, tehát hogy képesek vagyunk közös dalt is írni. Már egyébként volt erre példa, hogy beleírkáltam egy másik dalba, Ki ez a lány című dalába néhány sort. Igen, mert lesz egy új dal, amit Temesi Bercivel közösen csináltunk, és annak az a cím, hogy Ki az a lány, és a Dóri, mint szövegíró jeleskedik benne, sőt, még a hangját is kölcsönözi nekünk. Belebeszélek a dalba egy kicsit. Belekukkantottál a dalba. Itt ez nem olyan jó, itt ez kicsit írd át, ezt is átírtad. Tulajdonképpen moderált nagyon sokat, meg voltak nagyon ötletei, tehát ilyen rím ötletei, ami nagyon meglepő volt, és a Lombos Marci a dalnak a nagy részét írta, nagyon-nagyon örömmel fogadta a Dóri közreműködését. De jó, meg ez olyan jó, hogy egy ilyen találkozásból tényleg ilyen inspiráló dolog összejön, mert hát rengetegszer van olyan, hogy az ember mondjuk akár ha egy énektanárt választ, akkor hogy hát jó volt, de nem az igazi, nem tudtam úgy kinyitni neki a hangomat, nem tudott olyanokat mondani, és olyan jó, amikor van egy ilyen találkozás, és ebből ilyen inspiráló dolgok születnek. Hát köszönjük szépen, mi is nagyon örülünk ennek. Most arra szól csak ez az együtténeklés, vagy esetleg hosszabb távon terveztek? Tehát mit tudom, jövő nyáron is lesz egy közös koncert, vagy hogyan tervezitek? Jövő nyáron még nem kaptunk felkérést. Most egyelőre haladunk lépésről lépésre. Most erre az adventi koncertre készülünk december 3-án este 7-kor. Ebben a bizonyos gyönyörű kupola teremben. Egyébként ez egy unplugged koncert lesz. Tehát, ugye, mondd el azt kérlek, akik nem tudnak, hogy mi az az unplugged. Ez egy akusztikus, tehát egy erősítés nélküli három zenésszel lép fel Éliás Junior, aki ugye általában a magyar funk és soul koronázatlan királyaként szerepel, és nagy bulikat szokott tartani. De egyébként ennek az a különlegesség ennek az esnek, hogy itt kifejezetten lírai és meghitt dalok hangzanak el, már csak a advent miatt is, tehát itt egy olyan különleges válogatás lesz hallható az ő dalaiból és klasszikus dalokból, illetve spirituálékból, amelyeket így egyben még nem hallhatott Éliás Gyulától a közönség. Hát én még ezeket nem énekeltem sehol. Van leszek olyan dalok, ami teljesen új számomra is, és ez... De az Angelt, azt te nem fogod énekelni, csak te énekelni. Nem, duettel is bizony, mindjárt fogjuk énekelni egyébként, és azért is nagyon-nagyon várom ezt az estét, mert ez egy teljesen más lesz, tehát egy teljesen másik, egy lírai boldalamat tudom ebben megmutatni, hiszen akik a koncertjeimre el szoktak jönni, ezekben a havi egyszeres vagy két alkalmas klubkoncertjeimen, ott ugye inkább a Barry White-okat is szoktam idézni, akkor a Jól vagyok albumomról, a standardeket, ugye sokan úgy ismernek, mint a Jól vagyokos Gyuszi, vagy a Jól vagyokos Éliás Junior, és az egy pörgősebb, bulisabb, sokkal energikusabb koncert hangulatot idéz. Most ez az adventi este, ez egy abszolút lírai szeretetről szól. Jó, hát igen.
teljesen más szín, és hát nagyon-nagyon vártam, és nagyon-nagyon örülök, hogy lehetőségem lett egy ilyen koncertet megrendezni, vagy megcsinálni, és hát, hogy a Dóri elfogadta a meghívást, annak is nagyon örülök. Jó, én csak mondom, hogy az Angel az nekem fiatalkorom nagy szerelmes dala volt, csak mondom. Hogy mondod? Hogy az Angel az a nekem fiatalkorom nagy szerelmes dala volt, és hát ez egy szerelmes dal, tehát ez egy ilyen, amivel lassúzni lehet a csajjal. Több szerelmes dal elhangzik egyébként, meg hát eleve meghitt lírai dalok, tehát egy kicsit befelé fordulós, néha sírós este lesz, de mindenképpen felemelő, ebben bízunk. Ha valaki romantikára vágyik, akkor jöjjön.